Nem a hit gyülekezete által átvett iskolák, inkább a kisegyházak kezében lévő szociális intézmények miatt merült fel a kormányban, hogy társadalmi támogatottsághoz kösse az egyházak szerepvállalását. Erről értesült az Origó. Tegnap a miniszterelnök és a Fidesz frakció vezetője nyilatkozta, hogy törvényjavaslat is készül erről. Ma pedig Hofman Rózsa államtitkár beszélt a kormányzati szándékról, mondván, hívek nélkül értelmezhetetlen az oktatási szerepvállalás. A fideszes Páncél Károly képviselő legújabb javaslata pedig a szülők legalább felének beleegyezéséhez kötni az óvodák és iskolák átadását valamely egyháznak. Hofman Rózsa úgy látja, egy egyház növekvő társadalmi szerepvállalása csak akkor támogatható, ha minél több híve van. Azért szerveződnek egyházi iskolák, hogy vallási oktatást, világnézeti oktatást, hitéletre való nevelést is végezzenek. Ha nincsenek ilyen hívek, akkor ez egy kicsit nehéz. Tegnap a Fidesz frakció ülésén a miniszterelnök beszélt arról, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Balogh Zoltán miniszterrel karöltve készít új törvényjavaslatot. A kormányfő számára az egyházak által működtetett intézmények ügye nem ideológiai, de még csak nem is vallási kérdés. Arra figyelni kell, hogy a társadalomban egy-egy támogatottsággal rendelkező egyház ne vállaljon jelentősebb több intézményt, mint amennyi a tényleges támogatottsága az országban, mert akkor a hitéletben elfoglalt szerepe és a hitélet alapján nyújtott szolgáltatások mértéke elválik egymástól, tehát itt egy arányosságot és mértéktartást kell majd szem előtt tartani, ezt egy szabály fogja majd regulázni. Az Emberi Erőforrás Minisztérium a nyilatkozatot ígért, majd a miniszterelnökségnek küldte át megkeresésünket. Azt kérdeztük, minek alapján határozza meg a kormányzat az egyházak társadalmi támogatottságát. A KSH tavalyi népszámlálás adatait még nem összegezte, csak a 2001-es adatai állnak rendelkezésre. Itt látják, hogy 11 éve hány ember vallotta magát katolikusnak, reformátusnak, ortodoxnak, izraelitának és egyéb felekezethez tartozónak. Igaz, akkor egyes egyházak arra kérték a híveiket, hogy ne válaszoljanak a kérdésre. A 2010-es adóbevallásokban egy éve rendelkeztek a hívek 1%-ukról. Ennek alapján a katolikus egyházat 618 ezeren, a reformátust majdnem egyharmad annyian, az evangélikusokat 55 ezeren, a hídgyülekezetét 26 ezeren, a baptistákat 18, a krisna tudatúakat 15 ezeren támogatták. A Jehova tanúi közösséget 8,5 ezeren segítették, a mazsihisz pedig csak kicsivel kapott többet a buddhistáknál. De a mi véleményünk megegyezik a történelmi egyházakkal abban, hogy itt valamilyen önmérsékletnek a szabályrendszerét ki kell alakítani. Én azt gondolom, hogy erre a javaslatot érdemben a kormánynak kell tennie. Ezt a Fidesz frakcióvezetője mondta tegnap a parlamentben. Május 31-ig az egyházak dönthettek oktatási intézmények átvételéről. Az állam, ha már nem az önkormányzat az intézmény fenntartó, nem dönthet szabadon a bezárásról. Sőt, a költségvetésnek az átvállalás plusz terhet jelenthet. Az egyházi szerepvállalásra tekintettel plusz 70%-nyi normatívát kell kiutalni. Úgy tudjuk, hogy mintegy 1000 iskolát vehet át valamelyik egyház, ezek közül egyre kötött megállapodást a hídgyülekezete.